A tokkal vonóval elnevezésű kétnapos ingyenes képzésre, amelyet első alkalommal szerveznek Törökbecsén, Vajdaság több településéről érkeztek résztvevők. Én körülbelül 16 éve énekelek és táncolok a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben Óbecsén, és most azért jöttem, hogy technikailag egy kicsit fejlődjek az éneklés terén, mert úgy gondolom, hogy ez a képzés erre nyújt jó lehetőséget. A citer olyan népi, meg tetszik a hangja is. Mióta? Hát most kezdtem. És hol tetszik? Nekem eddig még nagyon tetszik. A kezdő és haladó népdalénekesek és citerások a gyakorlati foglalkozások keretében neves előadók és oktatók által fejleszthetik technikai tudásukat. Igyekszünk mindenkinek kielégíteni a szükségeit, így kerül sor erre a tokkal vonóval képzésre is, hiszen nem csak táncosoknak rendeznek most már ilyen jellegű képzéseket, ugye tánctáborokat, vagy táncoktatásokat, hanem ilyen formában most az énekesek, hangszeresek is kapnak lehetőséget arra, hogy szakemberektől tanuljanak. A nyár folyamán több hasonló képzést is szerveznek. A nyár folyamán több táborba szervezünk még hangszeres képzéseket. Például a juhász táborba lesz legközelebb vonós oktatás. A felhívás már olvasható egyébként a Hagyományok Háza Hálózat Vajdaság Facebook oldalán, illetve több táborban igyekszünk még ilyen képzéseket szervezni. Ez mind időben közé lesz téve majd a Facebook oldalunkon, tehát érdemes figyelemmel kísérni. A képzésen tanultakat a résztvevők a gála műsor keretében mutatják be, amelyre vasárnap 7:30-kor kerül sor a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület székházában, majd táncházzal zárul a rendezvény, ahol a fokos zenekar és az óbecsei kis vonós banda gondoskodik a jó hangulatról.